Igen. Ez olyannyira így van, hogy régebben úgy éreztem, hogy egy idegen nyelven írok, egy olyan nyelven, ami sokkal inkább a szereplőimé, mint az enyém. Más ritmusúak, rövidebbek, kevesebb alárendelő formula van bennük. Ugyanakkor remélhetőleg több, mint szerepnyelv, mert esetleg általánosabb, közösebb dolgokat érint. Azt gondolom, hogy ötletnek, ihletnek, ugyanakkor írói akaratnak, szerkesztésnek, akár öncenzúrának az írási folyamatban kell, hogy legyen egy árapályszerű együttműködése, és egy fikciós szöveg megírása nem képzelhető el, anélkül, hogy ilyen, nem képzelhető el ilyen szerencsés véletlenek és egybeesések nélkül. Szóval igen, én mindig számítok arra, hogy lesz a szövegben valami, amire nem számítottam.